Köszöntöm nézőinket, az előbb zajlottak a március 15-én megemlékezésen. Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter mondott ünnepi beszédet. Nagyon sokan eljöttek erre az ünnepségre, gondolom, hogy nagyon sokan fontosnak tartják, hogy itt legyenek és együtt emlékezzenek a hősökre. 48, a forradalom és szabadságharc ünnepe, legfontosabb nemzeti alkalom, nemzeti ünnep, és én a magyar föld megvédésére hegyeztem ki a beszédemet, hiszen jól tudjuk, hogy a szabadságharc az ország területének a megvédéséről szólt, az új magyar államnak a születéséről. És látszik az, hogy ma is vannak, akik a magyar földet kerülgetik, legfeljebb más módszerekkel, feljelentéssel, bejelentéssel, sajtótámadásokkal, gyakran kormányzati hangokkal is találkozhatunk. Nekünk az egyik legfontosabb feladatunk az, hogy nemzeti kincsünket, a magyar földet megvédjük, és ezáltal a gazdák, a magyar földművesek megélhetését biztosítsuk, és valamennyiünk számára a mindennapi ennivaló megtermelését is ezen keresztül tudjuk elérni. Beszédében hangsúlyozta, hogy nagyon fontos, hogy emlékezünk 48 hőseire, és példaként állította a ma fiataljai elé is. Karcak kivette a részét a 48-as küzdelemből. A téli időszakban Kossuth Lőssz családja itt szállás volt Karcagon, a Varró családnál. A kormányzó is járt a Kálmán családnál, a kapitány volt abban az időben a Kálmán család egyik jeles képviselője, és több ezer nemzetölt honvédet állítottunk csatasorba, a kunsági emberek kitettek magukért. Ezt is fontosnak tartottam elmondani, hogy a karcagiak, a nagykunságiak mindig a nemzeti haladás oldalán álltak, mindig olyan nemzeti ügyekért szálltak hadba, olyan nemzeti ügyek mellett álltak ki, amelyek a magyarság maradása szempontjából kulcsfontosságúak voltak. Ez ma is így van, köszönjük szépen! Nem engedünk a 48-ból, unőseink küzdelmeit fogjuk tovább vinni, és bízom benne, hogy a közelgedő választásokon is helyes és fontos döntések fognak születni.